Sziasztok! Ezúttal egy rövid játékbemutatóval jelentkezem, amit nem terveztem megcsinálni, de hát néha van olyan, hogy tudod, hogy valamit meg kell tenned, ha tetszik, ha nem, és nem halogathatod. Erről a játékról mindenképpen beszélnünk kell. Az előzetesek alapján az It Takes Two egy nagyon jópofa kooperatív kalandjátéknak tűnt, ami Joseph Mr. Fuck the Oscars Forrest új játéka. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! Akire az előző alkotása a Way Out után figyelt fel igazán a publikum és a játékfejlesztői világ. Nem voltak irreális elvárásaim, én csak egy korrekt kis kooperatív platformert szerettem volna, de amit kaptam, az viszont ennél sokkal több volt. Nálam Joseph Forrest az It Takes Two-val felkerült az igazi nagyágyúk közé, rögtön Hideo Kojima és Neil Druckmann mellé. Ezt az alkotást komolyan mindenkinek ajánlani tudom. Igazi, őszinte, önfelett öröm ezzel a játékkal játszani, és ez a mérhetetlen kreativitás, ahogy felépítették minden egyes szekcióját a játéknak, tényleg döbbenetes. Na de vissza kell fognom az ömlengést, beszéljünk először az alapfelállásról. Ebben a játékban egy házaspár két tagját alakítjuk, akik éppen válni készülnek, és aznap kapcsolódunk be a történetbe, amikor ezt bejelentik a gyereküknek. A kislányuk ezután két játékbabát a tudta nélkül megbűvöl, és a szülei lelkét a babákba varázsolja. Viszont öröm az ürömben, hogy egy szerelmi problémákat feldolgozó terápiás könyv is életre kell, akit a történetben Dr. Hakimnak hívnak, és akinek feltett szándéka, hogy újra összeboronálja a válni készülő házaspárt, és egy olyan kalandon indítja el őket, aminek a végéhez kőkemény csapatmunkán, kommunikáción és bizalmon keresztül vezet az út. Az első pillanattól tudod, hogy ez a történet hova tart, de ez egyáltalán nem veszel az élményből, mert ez egy olyan játék, ahol nem a cél, hanem maga az utazás a lényeg. Kimondom, ez minden idők legjobb kooperatív videójátéka. Szerintem a legnagyobb élményt pároknak fogja adni, de barátokkal, családtagokkal, gyerekekkel, felnőttel, bárkivel szenzációs szórakozás lesz, ezt garantálom. Ez egy 12-14 órás kaland, szigorúan két fő részére, tehát egyedül a játék nem játszható, és minden egyes pillanatát ennek megfelelően tervezték meg. Szerintem nincs még egy játék, ami ennyire össze tud kovácsolni két embert, és én annyira örülök, hogy 2021-ben, amikor szinte minden fejlesztő csak live service-ben meg 60-80 órás open world játékokban tud csak gondolkodni, készülnek még ilyen címek is, amiket egy kanapén ülve egy másik emberrel tudunk átélni, és az egész játék e köré épül. És ami szintén egy nagyon szimpatikus és fogyasztóbarát húzás, hogyha online szeretnénk egy barátunkkal végigjátszani, akkor elég csak az egyik játékosnak megvenni, annak akinek megvan a játék, bárkit meghívhat a saját barátlistájáról, és a másik fél ingyen és bérmentve végig tudja vinni veled ezt a szenzációs alkotást. És ami a legnagyobb döbbenet, hogy ez a játék az EA kiadásában és az EA pénzéből készült. El tudjátok ezt képzelni? Mi lesz a következő? A politikusok elkezdenek igazat mondani, vagy mi? A kutyák és macskák egymáshoz törleszkednek! Tömeghisztéria! Egyszerűen lehengerlő az az elegancia, ahogy a játék minden egyes fejezetben, pályán, szekcióban más és más játékmechanikai elemeket vezet be, amik amúgy önmagukban elbírnák szinte a teljes játékidőt, majd ezeket 5 perc alatt természetessé teszi mindkét játékos számára, és 30-40 percenként már jön is a következő. Minden mechanika a két játékos együttes munkájára épít, csak a másik játékossal kiegészülve válik teljessé, és emiatt folyamatosan kommunikálnatok kell, és közösen kell időzíteni, tervezni. Nem is akarok túl sokat megmutatni ezekből, mert annyira ötletesek, hogy a legjobb, ha mindet inkább magatoknak fedezitek fel. El sem tudom képzelni, hogy a fenébe tudtak ennyi remek ötletet összeszedni, kitalálni köréjük a játékmechanikát, majd ennyire a tökéletességig csiszolni a megvalósítást. Ez tipikusan az a játék, ami után látni akarod az így készült videókat, mert annyira inspiráló a végeredmény. Az ötletek forrása pedig mindannyiunk közös, kollektív gyerekkori emlékeiből származik. Biztos, hogy a kalandunk során találunk majd valamilyen olyan dolgot, ami mosolyt fog csalni az arcunkra, legyenek azok játékok, amikkel mindannyian játszottunk gyerekként, vagy dolgok, amikről mindenki ábrándozott kiskorában. Bejárjuk a világűrt, a dínók világát, megfordulunk mesebeli kastélyban, az óceán mélyén, vagy a kincseket rejtő padláson. A karakterek és a történet bájos, a látvány és a zene szenzációs, az irányítás és az ugrálás ritmusa tökéletes, a nehézség pont jól van belőve, tényleg nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni a játékról, de hát mindketten annyira imádtuk Ágival minden percét, hogy ezt mindenképpen el szerettem volna mondani nektek. Szóval, aki szeretne egy kis vidámságot átélni ezekben a komor és nyomasztó időkben,
az nyugodtan ruházzon be a játékra, ragadjatok kontrollert, és hagyjátok, hogy magával ragadjon benneteket a vegytiszta önfelett szórakozás. Én pedig köszönöm ezt a játékot a Hazelight csapatának, innentől kezdve minden alkotásukat kiemelt érdeklődéssel fogom követni. We will watch your career with great interest. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, és szeretnél még hasonló videókat látni a jövőben, akkor kérlek iratkozz fel. Én Orosz Tamás vagyok, és a legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok! What are you doing? You're not feeling it? No. Okay. You're entitled to your own opinion.